Kihal a Kárpát-medence magyar népessége? A népesedési adatok azt mutatják, hogy egyre kevesebben vagyunk a világban. De vajon ez egyedi folyamat, vagy az európai lakosság hasonló cipőben jár? A globalista elit az illegális bevándorlás védelmében éppen arra hivatkozik, hogy Európán kívülről kell pótolni a jóléti társadalomban megfogyatkozott európai lakosságot. Ebből levonhatnánk azt a következtetést, hogy ez összeurópai folyamat. De tényleg így van? Az adatok alapján már mintegy 500 000 magyar él külföldön, elsősorban az Európai Unióban. Ugyanakkor az is igaz, hogy megindult a visszavándorlás, sőt, tavaly többen költöztek vissza, mint amennyien elmentek. Mindez hogyan érinti az államot, a társadalmat, az egyént, és végső soron a pénztárcánkat? Bauer Béla szociológussal beszélgetek ezekről az égető kérdésekről. De előbb arra kérlek titeket, hogy iratkozzatok fel a Patriótára. Tudjátok, ha ezt megteszitek, akkor biztosan nem maradtok le a legfrissebb tartalmainkról, a shortsokról, az interjúkról és a világmagyarázós videókról sem. Megvagytok? Akkor kezdjük is! Jelenleg ez a legnagyobb válság a Földön? A népesség csökkenés? Nem. Nem. Sokkal inkább az elbizonytalanodás. És annak a készsége, hogy tudjunk kérdezni. Tehát gyakorlatilag fölnőtt egy olyan nemzedék, aki nem tud kérdezni, csak kijelent. Beszélgetni sem nagyon tud, hiszen saját magát is megfosztotta attól, hogy nonverbálisan is tudjon kommunikálni. Gyakorlatilag a nagyobb probléma az, hogy hogyan kommunikálunk. A népesség csökkenés már csak ennek a következménye, mert hogy ha nem tudjuk megszólítani a másikat, ha nem tudunk párkapcsolatot kialakítani, hát az én ismereteim szerint abból nem lesz gyerek. Na, ebből már következik az, hogy bizony a gyermekszám csökken, bár ha történelem megmegyünk vissza, akkor ez nem itt kezdődik. Az sokkal inkább ott kezdődik például a magyar történelemben, vagy Magyarország történetében, hogy az 1960-as években született mondjuk 140-150 ezer gyerek, és a művivetélések száma meghaladta 6 éven keresztül a 350 ezeret. Jesszus! Tehát, csak a fele születik meg elő, akkor már nincs ilyen probléma. Ez pontosan azt a korosztályt érinti, aki ma nyugdíjas. És igazából ők maguk sem, de a mai magyar társadalom sem mer és nem tud szembenézni vele, mert hogy mit lehet ezzel kezdeni? Nem vagyok nyelvész, de hogyha az ember figyel egy kicsit a kommunikációt, akkor 1960-as évekig még használtuk az állatott állapotot. Ma terhes. Hogyha megnézzük a tömegközlekedést, az én generációm fölugrott, hogyha valaki állapotos volt. Ma nagyon jókat ülnek. Az idősebbek ugranak fel. De akkor ezzel azt akarja mondani, hogy a fiatalokat kell hibáztatni? Nem. Tehát, hogy... Hát mi neveltük őket. Akkor a szülőknek ugyanakkor a felelőssége van ebben, hanem nagyobb. Sokkal nagyobb. Igen. Tehát igazából az, hogy érték a gyerek, vagy érték az, hogy... Ezt nem értik a mai fiatalok, hogy érték a gyerek? Szülő sem érti. Szülő sem érti? Hát honnét érteni? Nem vagyunk büszkék arra, hogy vannak utódaink. Ez miben nyilvánul? Hát például abban, hogy nem mesélünk a gyereknek, hanem oda nyomjuk a kezében az okostelefont, nem tudunk érinteni. Jaj, ilyen rosszak a tapasztalatok, Bauer úr, ne mondja már. Le is rajzolhatom. Elon Musk, a Tesla, SpaceX és az X-nek a vezérigazgatója korábban arról beszélt, hogy 20 éven belül összeomolhat a világ lakossága. Minket most elsősorban Magyarország érdekel. Tényleg a kihalás felé tart a magyar? Ez ennyire fekete és fehér lehet? Ez erre igennel vagy nemmel válaszolni? Lehet igennel is nemmel válaszolni, maximum nem fedjük le a rétegeket. Európa lakossága az, amelyik gyakorlatilag nem pótolja saját magát, mert hogy az a jóléti társadalom, amiben él, az úgy érezte, hogy megköveteli. Ez egy fogyasztói társadalom, ahol mindent el kell fogyasztani. El kell fogyasztani azokat a termékeket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy jobban élünk. És gyakorlatilag az, hogy kiviszi tovább azokat az értékeket, amelyekkel esetleg rendelkezik Európa, ez ebben a gazdasági
társadalmi körforgásban másod-harmadrendű dologá vált. Pontosan ezért az, hogy gyereket neveljek, vagy gyereket vállaljak, az azért szorult háttérben, mert a saját kényelmemet, a saját eddigi életemet teszem kockára, hiszen ezt látom, ezt közvetítik. Túl jó az életünk? Azt nem tudom. Én azért szeretnék jobban élni, mint mindig. Nem, azt gondolom, hogy, hogy az az élet, amit ma élünk, az önmagunkról szól. Európa, valószínűleg Észak-Amerika tényleg egy olyan spirálba került, ami veszélyezteti nem csak számszakilag a népesség kihalását, hanem ehhez a népességhez kapcsolódó és tartozó kulturális tereket, amiket fönn kell tartani. Ebben nagyon sok együttes élmény szükséges. Amikor itt az iszlám problémájáról, a muszlimitásról beszélünk, akkor hajlamosak vagyunk kikerülni azt a helyzetet, hogy ők közösségekben gondolkodnak, hogy együtt lépnek föl. És az együttesség megerősíti a saját kultúrájukat, megerősíti a saját lépéseik jogosságát. Ez a fajta együttlét, ez a fajta csoporttudat, vagy identitástudat az európai és az észak-amerikai lakosságból, főleg az angol szász kultúrához jobban kötődőkből nincs. Ha megnézzük a latinókat, akkor ott ez megmaradt, és hogyha megnézzük, hogy ez mennyire erősödik, akkor vannak olyan területei az Amerikai Egyesült Államoknak, ahol ma már kevesebben beszélnek jól angolul, mint bármelyik latinó nyelven. Tehát a kihalás itt bizonyos kultúra kihalásáról szólhat, ahogy én tudom értelmezni. Egyébként riasztó demográfia adatokat látunk, talán mondhatjuk, hogy ez egy globális jelenség. A KSH adatai szerint az idei első fél évben született a legkevesebb gyermek Magyarországon. Mm-hmm. Ugye említettem, minket elsősorban Magyarország érdekel. Bauer úr, miért születik egyre kevesebb gyermek? Milyen okai vannak? Egyrészt az, hogy csak azoknak tud gyereke születni, akik már előzőleg megszülettek. Itt mindig a reprodukciós számot kell nézni, az Magyarországon 1,5-1,6, 2010 előtt 1,2 volt. Tehát, hogyha ugye most egy olyan generáció van szülési életszakaszban, aki a 90-es években született meg, illetve a 90-es években nem született meg. Ez a fajta eredmény gyakorlatilag a 60-as évekre vezethető vissza, és nagyon ügyesen játszott vele a mindenkori magyar statisztika, illetve szociológia, mert 200 ezer gyerek nem született meg, és mindenki azt gondolta, vagy 200 ezer embernek nem született meg a gyereke, hogy ez 56 miatt van. És amikor az ember szembe kerül azokkal a statisztikai adatokkal, amelyek a 60-as évek 63-tól 68-ig, 65-ig szólnak, és látja, hogy megszületett 150-160 ezer gyerek, és kb. 300-350 ezer gyerek a művivetélés során nem született meg. Hát ugye ez hiányzik. Hiányzik, és hogyha azt nézzük, akkor a két nagy gyarapodási időszak az a ratkó gyerekekre, tehát az 50-es években születettekre 56-57-ig, illetve az ő gyerekeikre, az úgynevezett ratkónokákra vezethető vissza, ez 1971-től 79-80-ig tartó időszak. Na most ez a generáció, tehát aki ekkor született, ma már nem igazán tartozik a szülőképes korba. Az ő gyerekeik, ugye, akik a 70-es években születtek, annak kb. 90-es évek közepén, 2000-es évek elején születtek meg a gyerekei, még akkor is, hogyha kicsúszott az első gyermekvállalás a 30 fölé, akkor láthatjuk, hogy igen, kevesebb gyerek születik, de jóval több annál, mint amennyit ez a korszak a reprodukcióban megjelenthetne. 1,4, 1,6 az már egy ilyen
Hát nem csak mondom azt, hogy kimagasló, és az, hogy jó, de valamennyire elfogadható mondjuk az 1,2-höz képest. Ugye 2010 előtt ez 1,2 annyit jelentett, hogy még benne voltak a Ratko unokák is ebbe, és így lett 1,2. Tehát akkor ott volt egy csökkenés, aztán pedig volt egy növekedés, és akkor most megint elkezd csökkenni? Hát ugye a 90-es években, ugye most a 96-97 környékén születettek azok, akik beléptek a szülési korba. Na most akkor egy mélypont volt. Tehát kevés, akkor csúszunk 100 000 alá, aztán 90 000 alá. Azt értem, és nyilván, ha kevesebb gyermek születik, akkor utána akkor azoknak is, ha kevesebb gyermekük születik, és így szépen lassan ugye csökkenünk. Na, de akkor beszéljünk egy picit, Bauer úr, tényleg az okokról. Tehát, hogy miért van az, hogy a fiatalok ma másképp gondolkoznak, mint akár ugye a mi szüleink, mert azért az én szüleim is még eléggé fiatalok, fiatalon vállaltak gyermeket. Tehát ma milyen okai vannak annak, hogy egyrészt nagyon kitolódott az életkor, ugye, amikor a nők és a férfiak is vállalnak gyermeket. És akkor itt beszélhetünk arról, hogy nem tudom, gazdasági okai vannak ennek, vagy túl sokat dolgoznak az emberek, vagy nem találnak megfelelő partnert maguknak, vagy ez így együtt, tehát hogy látja? És akár akkor a globális trendekről is beszélhetünk. Itt olyan fogalmakat említett, amiket úgy érezzük, hogy tudjuk. Mi az, hogy olyan partner, amilyen? Tehát a párkapcsolat, az, ha én jól emlékszem az elmúlt évtizedeimre, együtt alakítjuk. És a partner az akkor lesz a társam is, amikor bizonyos közös élmény ér bennünket. A közös élmény viszont csak úgy teremthető meg, hogyha ennek megvannak a maga terei. Igazából ezek a terek szűkültek le. Nem feltétlenül csak a Covid, de az csak megerősítette. Tehát, ha belegondolunk abba, hogy az önök korosztálya, az gyakorlatilag a számítógép előtt szocializálódott. Na most azért ott nehéz érinteni, maximum a képernyő. Hát ismerkedni ott is lehet. A mai világban az online ismerkedés az nem ördögtől való, sőt, a mai fiatalok könnyebben kapcsolatot teremtenek az online térben, mint mondjuk, nem tudom, az utcán leszólítják egymást. Erről beszélünk. Nagyon sok csalódásról hallunk a különböző kutatásokból, hogy hát ők nem így képzelték el azt, aki jön, hogy nem tudják azonosítani, de jókat leveleznek valakivel. Tehát kvázi azt a közös élményt, amire föl tud épülni egy kapcsolat, beszorítottuk egy virtuális térbe, amiben azt képzelünk bele, amit akarunk. Ugyanakkor, hogyha ezt végig gondoljuk, akkor azt is látjuk, hogy a virtuális térben ugyan lehet ismerkedni, élni kicsit nehéz. Na most gyereket csinálni virtuális térben még nehezebb. Nyilvánvalóan utána meg kell, hogy ez legyen egy személyes találkozás. Igen, de mi van akkor, hogyha találkozom, és nem sikerül, mert hogy más képzeltem el. Tehát, hogy folyamatosan olyan helyzetben hozódnak az ilyen párkapcsolat teremtések, amelyiknél vagy elfogadom, hogy végre van, és akkor azonosok, és feladok nagyon sok mindent, vagy pedig ezen is tovább lépek, mert lesz másik. Tehát, hogy igazából az én generációm nehezen tudja önöknek elmagyarázni, hogy mi az, amikor együtt vagyunk egy térben. Hiszen ettől pontosan az én generációm, a mi generációnk fosztotta meg önöket. Uh-huh. Ráadásul egy olyan ellenőrzési kultúrát vezetett be a mostani 50-esek, 60-asok generációja, amitől mi valószínűleg agyérgörcsöt kaptunk volna. Tehát telefonálj, hogyha odaértél. Rád telefonálok, minden rendben. De ez a törődésnek egy formája, nem? Hát így is lehet mondani, és akkor menekülünk attól, hogy megbízunk-e az utódunkba, vagy sem. Tehát én emlékszem arra, hogy amikor Lengyelországból jöttünk haza, és mondták mindig a szüleim, hogy küldj egy képes lapot. Hát mondom, jó, hát küldök, de hát ugye az 10 zloty volt, amiből én nagyon jót ettem mondjuk a mazuri tavaknál, tehát hazahoztam és bedobtam, és 2 hétig azt se tudták, hogy hol vagyok. De most valószínűleg az én utódom, hogyha ezt megcsinálná, édes jó Istenem. Tehát, hogy lehet ezt törődésnek is nevezni, de azt gondolom, hogy az a bizalom, ami az egyik és a másik generáció között van, az csorbul azzal, hogy folyamatosan ellenőrizzük. Mi nem bízunk a saját nevelésünkben?
Mi nem bízunk abban, hogy amit átadtunk, az érték. Hát gondolom azért, mert a világ az egyre veszélyesebb, és egyre felgyorsultabb, és hát nyilvánvalóan egy normális szülő az mindentől óvni és védeni akarja a gyermekeit. Ezt mondta nekem a nagymamám olyan 50 évvel ezelőtt, hogy a mama nem ugyanaz. Persze ezek azok a dolgok, amelyekkel megmagyarázunk dolgokat, de igazából térjünk vissza arra, amiből kiindultunk. Miért alacsony a szaporulat? Igazából az első komoly jelzés, hogy itt baj lesz, ez a 60-as években jelenik meg. Már olyan korán? Hát a 68-ban a gyed az részben erről szól, hogy pénzt adni azért, hogy egy gyereket nevez, 3 évet adni, addig 6 hónap volt. Tehát megerősíteni ezt a tudatot, és úgy nézett, hogy működik is, és működött is, kvázi azért is, mert jöttek a ratkónokák. Ugye 69-70-től elindul. Abban az időszakban a hölgyeknél az elfogadott gyermekvállalási életkor az 20 és 24 között volt az első gyereknél. A fiúknál pedig a leszerelés után, tehát 22-23 éves korban. 2000-ben csináltuk az első nagymintás ifjúság kutatást, ahol azt láttuk, hogy a 29 éves fiúknak legalább az 50, de inkább 60%-ának van már utódja. A legutóbbi 2020-asban ez nem érte el a 15-20%-ot. Szóval, hogyha erről beszélünk a kicsúszásról, és akkor még tegyük hozzá azt, hogy az első gyerekvállalásának életkorai hölgyeknél azért nem kockázatmentes, mert nagyobb biztonsággal születik meg egészségesen egy 20 éves hölgynek a gyermeke, mint egy 35-40 évesé. Egyrészt azok a gyógyszerek, amiket addig beszed az ember, azok a különböző hatások, amik érik, ez mind-mind problémát okoz, és akkor ebből jön a következő. Hogyha gyerekek nehezen születnek, vanféle problémával, akkor azt a társadalmi biztosításnak finanszíroznia kell, hiszen a beteg gyereket támogatni kell gyógyszerrel, ellátással. Tehát, hogy ezek nem olyan egyszerű dolgok, mint amit könnyen azt mondjuk, hogy erre vagy arra kéne lépni. Na most a magyar népesség csökkenés az megegyezik az európai őslakosság szám trendjével fővonalakban? Ezt hogy látja? Nyilván vannak helyi specialitások. Igen, fordulok, ezek vannak, és ebben nagyon jól állunk. Tehát az olyan hagyományosan vallásos gyermekpárti ország, mint Spanyolország, Portugália, Lengyelország, olyan szinten kezd lemaradni. Ott 1-2-1-3 ma már az őslakosok között a reprodukciós arány. Svédország ebben a tekintetben még rosszabb, mert ott azok, akiknek a nagyszülei is Svédországban születtek, ott a reprodukciós arány az 0,8 és 0,9. Németországban a reprodukciós arány 1-6-1-7, ahogy Franciaországban is, de hogyha azt nézzük, hogy a bevándorló hátterűekkel, tehát akik mondjuk a 60-as évektől ma már 3.-4. generációs bevándorlóknak tekinthető, vagy Németországban a török vendégmunkások 2.-3. generációja, az emeli föl. Hogyha őket levesszük ebből, akkor ott is 1,2-1,3 reprodukciós arány. Tehát nem feltétlenül csak a számokat lehet nézni, ezzel lehet operálni. Tehát, hogyha azok, akik meg akarják kérdőjelezni a családpolitikát, azok számokat mondanak. És azért mondanak számokat, mert úgy néz ki, hogy ezeket könnyebb elfogadni. Az érveléseinkben mindig elfelejtjük azt, hogy ezek a számok visszavezethetők a létező szocializmus konszolidációs időszakára, tehát a 60-as évekre. Akkor, amikor úgy gondolták, hogy ha gyereket vállalnak, akkor nem lesz se kocsi, se hűtő, se tévé. Tehát gyakorlatilag kialakult a kádári rendszer polgárosodásának az a fajta szemlélete, hogy úgy gyarapodunk, hogyha nem adjuk tovább a dolgokat. Egyébként... Igen, tehát ugye a család segítő támogatásokkal ugye ez ma már sokkal könnyebb, és nem arról van szó, hogy le kell mondani az embernek a hűtőről, vagy a jó lakhatásról, hanem arról, hogy minden is megvalósítható. Most ugye beszéltünk itt arról, feszegettük, hogy mi lehet az oka annak, hogy kevesebb gyermek születik, de egy picit talán a következményekről is érdemes lenne említést tenni, hogy hát
itt szembenézünk akkor egy előregedő társadalommal, és egyszer én is leszek nyugdíjas. Nem tudom, hogy most el tudja tartani egyébként az ország a nyugdíjasokat, vagy Európa a nyugdíjasokat, és hogy minket ki fog eltartani, amikor mi nyugdíjasok leszünk. Hát, tehát, hogy ez óriási probléma, nem? Bizony, mert hogy itt egy kirovó rendszer van Európának ezen a részén, egy kirovó rendszer, ami ennyit jelent, hogy akik bent vannak a rendszerben, azok tartják fönt azokat, akik kikerültek a rendszerbe. Amikor 1950-ben átálltunk erre a kirovó rendszerre, egyébként Magyarországon 1950-ig gyakorlatilag a 19. század végétől egy biztosítás beruházás alapú rendszer volt, ami Európa legkorszerűbb rendszere volt abban az időben. Hát, hogyha csak másra nem nézünk, és átjövünk a Lánchídon, a Gresham palota, vagy szemben az Operaházzal, ugye a MÁV biztosítónak a lakóháza, a lakóházai, ezek biztosították, vagy hogyha végigmegyünk a Bajcsy-Zsilinckén, amik ott vannak a feliratok, hogy melyik biztosítónak a nyugdíjas ház, és ebből teremtettünk. A kirúgó rendszer pedig annyit jelent, hogy mondjuk vannak öten, és el kell tartani egy embert. Körülbelül így kezdtük ki 1950-ben, mert ilyen volt a lakosság. Ez jó. Igen. Most viszont ott tartunk, hogy másfél-két ember maximum tart el egy embert. Az önök korosztályánál már lehet, hogy 0,9-1,1 Európára vetítve fog eltartani egy embert. És nézzük meg, hogy hát ilyen beruházásos nyugdíjrendszer, mibe fektessem a pénzemet. Szóval olyan bizonytalanságok vannak, amelyek egyrészt a gazdaság fogyasztásához kötődnek, és nem a hosszú távú folyamatokhoz. Másrészt pedig azt a fajta biztonságot, amit az utódok jelentettek, tudatilag is, azt az elmúlt 70 év Közép-Európában is, de az Osztidens, tehát nyugat-európai területen is háttérbe szorította, és ugyanez a folyamat érvényes a Mediterránumra, tehát Portugál és Spanyolország, részben Olaszország, és hát ne is beszéljünk az északi országokról, akik a legnagyobb bajban vannak. Hiszen ahhoz, hogy én gyereket neveljek, hogy én egyszerűen ott legyek, ahhoz identitás kell. Na most, aki éppen bevándorol, éppen milyen identitással fog rendelkezni? Itt a francia és részben a német példa ma már nagyon elgondolkodtató. Nagyon érdekes, hiszen most arra beszélgetünk, hogy a fejlett világban hogyan élnek az emberek, és mikor válnak gyermeket, és az egész folyamat. Hát de közben nagyon sokszor hallani azt, hogy túlnépesedés van a világ más pontjain, ugye a fejletlen világokban. És van egy Stephen Jay Shaw nevű brit demográfiai szakértő, biztosan ön is jól ismeri a munkásságát. Ő készítette egyébként ugye dokumentumfilmet is a demográfiai kihívásokról, és ebben arra is rávilágított, hogy 2022-ben a világ népessége elérte a 8 milliárd főt. Szóval, hogy vannak olyan részei a Földnek, ahol kifejezetten túlnépesedés van. Mégis a fejlett világokban probléma a népességcsökkenés. Ez miért van? Ezt magyarázza már el nekem, hogy hogy vannak ezek a folyamatok? Amúgy is kerülni fog el, de vannak folyamatok. Az egyik folyamat az, hogy ebben a 8 milliárdos népességben azok a területek, ahol számos gyerek születik, ott nagyon nagy a gyermekhalandóság. Tehát gyakorlatilag megszületik, és 10-ből 2-3 gyerek érdi meg az úgynevezett felnőtt kor. De ez a betegségek miatt van? Nem csak. Hát az alultápláltság, a környezeti viszonyok, az életkörülmények. A betegség megint csak egy folyamat része. Tehát aki bizonyos dolgokhoz nem jut hozzá, nem tud tisztálkodni, nem megfelelő az étkezése, az beteg lesz. És hát őket hogy gyógyítjuk? Hol kell gyógyítani? A nem létező kórházakban? Tehát vannak olyan társadalmak, országok, ahol a születéskor, várható életkor, az 15 és 18 év között van. Ami ugye azért van, mert hogy nagy a gyermekhalandóság. De 30-32 éves öreg emberek, azok már tapasztaltak. Nálunk, itt Európában, akkor kezdődik az élet. A fiatalság fogalma is más. Egészen más a gyermekkor. Európának
ugye a képzőművészet, ezt tudjuk leginkább kötni, vagy az irodalomhoz, magának a gyermekfogalma a 14. 15. században alakult ki, addig gyermekfelnőttekről beszélünk, tehát azokról, akik úgy élnek. Gyakorlatilag az úgynevezett természeti népeknél nem szeretem ezt a fejlődő világ kifejezést, mert azt gondolom, hogy nem vagyunk tisztában azzal, hogy az ő társadalmuk, az ő közösségük hogyan működik, és akkor, amikor mi fejlődőnek mondjuk, mihez képest? Világos. Tehát, hogy a miénk az fejlettebb? Mitől? Attól, hogy jól élünk, hogy naponta tudunk fürdeni. De gondolom, ennek ugye van hivatalos definíciója, hogy mi számít fejlett világnak, fejlődő. Ja, hát a definíciókat itt most csinálunk. Igen. És én azt gondolom, hogy a ideológiát sugárzó fejlett országok exportáltak már demokráciát, mint tudjuk, remek sikerrel, néhány háború is keletkezett ebből. Tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor azt vizsgáljuk, hogy miért születnek ezeken a területeken többen, akkor azt is látni, hogy azért, mert hogy nagy a gyermekhalandóság, nagy a csecsemőhalandóság, és az az életkor, amit megélnek ilyen körülmények között, az rendkívül alacsony. Tehát az, hogy számszakilag hogyan működik, mindez, ez nem feltétlenül fedi le a demográfiai folyamatok minden egységét, mert hogy beszéljünk egységekről. Bizonyos életkor alatt és fölött mások és mások a tevékenységek. Itt Európában a szakmaváltás, hát 7-8 évente, meg már most meg 2 évente szakmát kell váltani, hát vannak olyan területek, ahol meg se éri ezt a dolgot, tehát maga a tevékenység is meghatározó. És az, hogy hogyan viszonyulunk a környezetünkhöz, az talán a legjobban az Istenek a fejükre estek című film adja meg, ha még itt emlékszünk rá, amikor bizonyos jelenségeket az adott környezethez viszonyítva reagál rá egy természeti közösség. Másképp közlekedik. Eszébe nincs mondjuk azon gondolkodni, hogy benzinnel vagy árammal hajtsa meg az autót, miközben egy gyalog közlekedik, maximum valamilyen állaton. Igen. Mert hogy a közeg ezt adja. Na most ki a fejlettebb? Az, aki felhasználja a környezetének összes elemét, és ennek mentén akar élni, vagy az, aki segítségül hív különböző technikai eszközöket, hogy jól éljen. Nézőpont kérdése. Pontosan. Van itt még egy dolog, ami valószínűleg nem segíti a demográfiai mutatókat, ez pedig a kivándorlás. Miért vándorolnak ki a magyarok külföldre? Egyrészt tisztázzunk egy fogalmat. Mi az, hogy külföld? Mert hogy azt hiszem, hogy... Akkor nem Magyarország, hanem bármi, ami az országaink határaink. Igen, akkor mi is van ráírva az útlevelünkre? Európai Unió, ugye? És a világ összes országába ér. Igen, de az Európai Unió tagjai vagyunk. Na most akkor mi külföldre megyünk, vagy egy másik országba? El tudja azt képzelni, hogy Észak-Amerikában, aki mondjuk Floridába él, és elmegy New Jersey-be, vagy New York államba, azt mondja, hogy elmegy külföldre? Mert hogy gyakorlatilag pontosan azok, akik az Európai Egyesült Államokat szeretnék szorgalmazni, azok használják a manipulatív kommunikációban a külföldet. Miközben a Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Unióban a munka és az oktatás szabadon áramlik. Mert hogy mindenki ott dolgozik, és ott tanul. Ez igaz, csak ugye a mi felfogásunk szerint mi egy szuverén nemzet vagyunk, és abszolút vannak tradícióink, hagyományaink, ragaszkodunk is a magyar sajátosságokhoz, és hogy az ember elhagyja az ország határait, akkor azért azonnal szembesül azzal, hogy ott már is más impulzusok és teljesen más élet várja. Hát persze, nekünk ez nagyon természetes, hogy oda utazunk, ahova akarunk. Na de ez a céljuk azoknak, akik külföldre mennek. Amikor az ember kimegy 20 évesen külföldre, akkor mindent utál. Én azt gondolom, ez így természetes, késő kamaszkor. Biztos, hogy utál? Nem lehet, hogy csak a kíváncsiság hajtja, és meg akarja tapasztalni, hogy milyen máshol. Az úgy nem elfogadható. Tehát úgy utálni kell a dolgot, mert akkor szolidaritást kapunk, és akkor együtt nem tetszik az, ami éppen van.
Ezzel nem biztos, hogy egyetértek. Számtalan ismerősöm is van, aki csak kíváncsiságból elmegy, eltölt néhány évet valahol máshol, és utána elfogja a honvágy, rájön, hogy azért a hazájában sokkal jobban tud érvényesülni, visszamegy, és nagyon örül azoknak az éveknek, amiket egyébként külföldön eltöltött, és gazdagodott kultúrában is, felfogásban is, látókörben is. Én ezzel nem tudok vitatkozni, mert nem ismerem az ön közegét. Mert ebben a közegben, amiben ön él, ez az elfogadott. Egy másik közegben pedig az az elfogadott, hogy éppen nem kell szeretni a dolgokat, és hogyha belegondolunk, akkor kicsit le is szűkítjük ezt a dolgot, hisz aki 20 évesen kimegy, az mehet tanulni is, de mehet önkéntesnek is. És amikor önkénteskedik, picit más világot ismer meg, mint hogyha valaki tanul vagy dolgozik kint. Hisz az önkéntesség, mondjuk vegyük Portugáliát, azt is jelenti, hogy önkéntesként az odaérkező Európán kívüliekkel is foglalkozni kell, de Portugáliában ez más jelent. A gyarmatok miatt is, meg azért is, mert hogy gyakorlatilag teljesen természetes volt, hogy különböző színű és nyelvű rabszolgák érkeznek a területre. Nagyon sok esetben, Porto vagy Lisszabon esetében, ezt a fajta tudatot lehet látni, de ugyanezt a tudatot lehet látni bármilyen funkrán hangzik Spanyolország különböző területein. Tehát akkor, amikor arról beszélünk, hogy jó más országban lenni, ez egyrészt a körülöttünk lévő szocializáció elvárásai szerint változhat, másrészt pedig nagyon sok olyan szokás hozunk magunkkal, ami kiválóan hasznosítható a nyelvtudással együtt, viselkedési mintákat, elfogadási mintákat, és hát bizony a gyermekvállalás ma már egyre negatívabb mintáit is. Ugyanakkor a magyar társadalom nem felkészült arra a mai napig, hogy el tudja fogadni a utódjainak egy másfajta népcsoportból érkező társát. Tehát ugye van itt még egy ok, azért az utálatot ön is említette, én a kíváncsiságot mondtam, de hát azért sokszor lehet hallani arról, hogy a magasabb életszínvonal, vagy a jobb munkalehetőségek miatt mennek el az emberek. Végül is milyen nagyszerű, mondjuk Londonban 2 diplomával poharat mosogatni. Tehát, az nem annyira nagyszerű, de amikor félre tud tenni, és utána mondjuk el tud menni nyaralni Spanyolországba, akkor gondolom másik gondolkozik. Nagyon jól hangzik. Az én ismeretségi körömben egyre többen jönnek vissza, mert azt mondják, hogy hát a fizetésüknek a 50-70%-a arra megy, hogy a lakást drága az élet. Fizet. Igen, elég magas, és egyre magasabb, és ez nem csak a szigetekre jellemző, hanem ma már Németországra, Franciaországra. Jó, hát nálunk is a lakhatás egyre drágább, tehát a... Igen, csak ott a lakhatás... Ez is egy globális trend, hogy az ingatlanok ára ugye rohamosan megy felfelé, és a mai generáció már nem tudja megengedni azt magának, hogy saját önerőből vásároljon mondjuk ingatlant, csak szülői segítséggel. Gondolod, mi generációk meg tudta engedni magát? Nem, egyébként azt gondolom, hogy ott is ez volt a helyzet, csak a számok voltak mások. Meg a fizetések is. Tehát, hogy megnézzük, akkor a fizetések és a lakásáraknál inkább javulás van. Talán vannak, akik látták a Mi büszke magyarok című filmet 1979-ből. Ott mondták, hogy ketten keresünk 5400 forintot, egy lakására 500 000 kezdődik. Na, akkor rakjuk össze ezeket a dolgokat, és nem volt olyan könnyű hitelhez jutni. Tehát, hogy igazából azok a fajta teljesen jogos megközelítések, amik a nehézségekről szólnak, azért árnyalhatók. Mert hogy ma Magyarországon a albérlet az nem sokkal kerül kevesebbe, mint egy részlet, egy lakásrészlet. Jelenleg igen. Kik azok, nem akik ma kivándorolnak? Érdemes erről beszélni, hogy mindenről érdemes beszélni. Milyen csoport az, aki leginkább most elhagyja az országot? Igen. Tehát egyrészt, amikor arról beszélünk, hogy az országot elhagyják, akkor tisztázni kell, hogy mely országokat. Mert hogy nagyon sokan rendelkeznek a fiatalok közül magyar útlevéllel azok közül, akik a Vajdaságban, vagy Kárpátalján. Tehát a határon túli magyarság. Igen, jelenlegi határainkon túl élő magyarság. És van egy olyan generáció, aki kint van, mondjuk Erdélyből, Romániából, és a magyar útlevelét használja,
És azzal és megy ki mondjuk pontosan, Spanyolországba, az Egyesült Királyságba, Németországba. Pontosan, és akkor persze ebből jön az a kérdés, hogy, hogy akik hazajönnek. Na most, akik a Vajdaságból, Kárpátaljáról mennek ki egy másik országba, vagy nekik az külföldre, azok Magyarországra jönnek haza, vagy a saját jelenlegi életterületekre érkeznek vissza. Ez megint egy nagyon fontos kérdés, mert hogy a statisztikák... Van itt egy érdekes kezdeményezés, az idei Transit Fesztiválon volt róla szó, hogy bevezetik a szakmunkás hitelt, a diák hitel után. Jó ez a javaslat, illetve elég ez ahhoz, hogy mondjuk itthon tartsa a szakmunkásokat, és ne menjenek el mondjuk, nem tudom, Ausztriába, és mit tudom én, ne akarjanak inkább ott több ezer euróért dolgozni, hanem maradjanak helyben, és akkor itt próbálkozzanak? Nagyon összetett a kérdés, mert hogy a szakmai végzettséggel azért könnyebb elhelyezkedni, mert a magyar szakmunkás képzés töretlenül magas színvonalú. Őket tényleg meg fogják fizetni, mint hogy megfizetik az építőipari munkásainkat. Amit felvet, az azért nagyon érdekes, mert hogy ugye az agysebészek és speciális műszerészek helyett ugye a Szíriában 2000 január 1-én született tömegek helyett olyan lakosságcsere érkezett, olyan lakosság érkezett, akinek a munkához való viszonya sokkal inkább a keleti távolságtartás jelenti. Tehát nem nagyon lehet őket képezni, főleg nem úgy, hogy nem tudnak nyelveket. Tehát akkor, amikor Magyarországon a szakmunkások képzését erősítik, ezzel természetesen csinálnak egy nagyon fontos utat, hiszen ma még vannak olyanok, akik mély szegénységben élnek, és számukra ez egy nagyon erős kiút, ez az egyik mobilitási csatorna. A másik ilyen mobilitási csatorna, amit jól lehet látni, az Magyarországon kettő is volt, történelmileg is, a sport és a honvédség. Ementén a szakmai út szintén egy nagyon erős szakmai csatorna volt, és ugyanezt lehetett látni. A katonapálya most elég vonzó szerintem. Most újra. Tehát ott elég sokat tettek azért, hogy a fiatalokat bevonzák, és akár bérben, akár nem tudom, eszközökben, körülményekben csábítunk. Társadalmi státuszban is. Uh-huh. Tehát így van, a megbecsültség is nagyon fontos. Egy dolog maradt ki akkor, amikor gyerekekről beszélünk, hogy mekkora a társadalmi elfogadottsága azoknak, akik gyereket vállalnak. Uh-huh. Amíg ez hol ide, hol oda mozog, különböző propaganda megfontolások mentén, addig a gyerekszám egy bizonyos hatást nem fog túllépni. Uh-huh. Pontosan azért, mert a közeg elfogadása az erősíti, vagy éppen gyengíti bizonyos folyamatok létét, vagy annak a nem létét. Tehát az, hogy nekem van 5 gyerekem, vagy 2 gyerekem, hát nem vagy normális, hogy miért vállalta őt gyereket, tehát nem tud őket úgy eltartani. Miközben, ha belegondolunk, akkor ez egy nagyon érdekes dolog, főleg attól, akinek nincs gyereke, vagy egy gyereke van, mert ez az 5 gyerek, akit más vállalt és nehezebb körülmények között él, fogja eltartani őt. Nagyon érdekes, mert nyugaton státuszszimbólumnak számít az, hogyha az embernek több gyermeke van, hiszen ugye például az Egyesült Államokban baromi drága a taníttatás, úgyhogy ha valakinek 4-5-6-7 gyermeke van, az azt jelenti, hogy egy nagyon gazdag, tehetős családról beszélünk, mert ugye azt taníttatni kell, egyetemre kell félretenni, és hát tényleg nagyon drága az élet. Az érdekelne még, hogy a családpolitika az mennyire segíti a demográfia helyzetét, a demográfia helyzetének a javításán mennyit tud segíteni, hiszen ugye azért tudjuk, hogy Magyarországon sok ilyen ösztönző intézkedés van, sok mindent fel lehetne sorolni. Kérdés, hogy ez elég-e? Ez nagyon fontos és nagyon, nagyon mellbevágó kérdés, mert hogy nagyon sokszor a családpolitikát a kommunikáció összekeveri az ifjúságpolitikával. Hmm. Mi az ifjúságról beszélünk nagyon sok esetben, az ő szocializációjáról, az, hogy más országban dolgozik, és hogy hoz tapasztalatot, a családpolitikánk pedig ezt a folyamatot hát kicsit figyelmen kívül hagyja. A kettő összeérése egyre inkább meg fog történni. Pedig az ifjúságban lesz a család. Hát legalábbis én így emlékszem, lehet, hogy rosszul.
És hát ugye ahhoz, hogy párkapcsolatokat építsünk, ahhoz életszakaszokra van szükség. Azokra az életszakaszokra, amelyek olyan tapasztalatot adnak a számunkra, amik mentén merünk és tudunk gyereket vállalni, és tudunk... Szóval én leginkább a sajátjaimat utódoknak szoktam nevezni, ennek két oka van. Egyrészt át kell adnom azokat a tudásokat, amiket én is kaptam. Egy nagyon fura mondat van Erdélyben, már elég régen lehet hallani, hogy nem az a magyar, akinek a nagyapja az volt, hanem az, akinek az unokája is az lesz. Ezt viszont csak úgy lehet átadni, hogyha értékeket, identitásokat adunk át. És ez a felelősség, ez mindig a megelőző, az előzmények, az előző generáció felelősség, és nem a fiatalokért. Jobb a helyzet egyébként Nyugat-Európában? Tehát, hogyha most egy kicsit kitekintünk a világba, akkor ott milyen népesedési folyamatok játszódnak? Negatívak. Negatívak, mert hogy egyrészt a bevándorló és más családi modellel rendelkezők azok, akik ilyen pillanatban szülnek. Magyarországon ez a folyamat igazából a 19. század végén volt látható, amikor különböző európai országokból az akkor iparosodó Magyarországon megérkeztek a különböző kultúrával rendelkezők. Itt a neológ zsidóktól kezdve az ortodoxokig a rajnai svávokon át másfajta gyermekpolitikával rendelkeztek. Ezek egy része vidéken maradt, más része pedig a városba települt. Magyarországon a városlakóknak már a 1910-es évektől másfél-két gyereke volt, és a utódok sokasodása nem itt, hanem azoknál történt, vidékieknél, ahol a 8-10 megszületett gyerekből 5-7 élte túl a gyermekkort. Azon gondolkozom, hogy beszélünk itt ugye a migrációról, ezt ugye meg lehet különböztetni, hogy van a legális migráció, meg az illegális migráció. Tehát ez valójában a demográfiai mutatókat nem fogja javítani. Tehát ugye az, hogy emberek elmennek A-ból B-be, az nem azt jelenti, hogy csak hirtelen egy másik országban picit többen lesznek. De ugye ettől nem fog még több gyermek születni, tehát hogy ez... Egy adott országban nem igen. Tudom, hogy van-e összefüggés így a migrációval kapcsolatban. Van. Tehát most azt látjuk, ugye többféleképpen lehet ezt megközelíteni. Az egyik az, hogy megnézzük, hogy milyen neveket adnak az utódoknak Németországban, Franciaországban. Ilyen pillanatban tavaly ott tartottunk, hogy Franciaországban a gyerekek nevei azok 60%-ban a muszlimitás, az iszlám. Ahmed. Így van, meg hasonlók. Hát ugye nálunk is van Vinetú, de ez még nem jelenti azt, hogy a indián törzsek megjelentek Magyarországon. Ugyanez Németországban is érzékelhető. Egyrészt az, hogy egy muszlim családban a 4-5 gyerek az elvárt. És ugye mindig van egy olyan probléma, hogy több nejűség. Na most a muszlimitásban nagyon fontos dolog, hogy annak lehet több neje, aki el is tudja őket tartani. Uh-huh. És nem csak a hölgyeket, hanem az utódokat is. Persze. Így van. Tehát, hogy nagyon sok tévhitünk van arról, hogy ez hogyan működik, ezért nagyon sok esetben a társadalmak nem megfelelően reagálnak. Tehát nagyon sok esetben azt gondoljuk, hogy az asszimiláció az egy fontos dolog, de lehet, hogy az emancipáció, tehát a más társadalmak elfogadása és megoldás. De hogyha az emancipációból párhuzamos társadalmak alakulnak ki, ami ma látható az úgynevezett Nyugat-Európában, de ugyanez a déli országokban is, aztán az északi területeken, tehát a Mediterránumban picit másképp, mint az északi országok. Én pozitív személyiség vagyok, és nagyon bizakodó vagyok. Milyen előremutató gondolattal lehetne lezárni ezt a mai beszélgetést, hogy a nézőknek se az legyen a felfogása, vagy az érzete, hogy jesszusom, akkor itt óriási baj van, és nem tudom, tényleg kihal a Kárpát-medence. Nem fog kihalni a Kárpát-medence. De igazából egy jó mondat van, kalandra fel. Mert hogy ez egy kaland. Kaland annak a megélése, hogy milyen kultúrával rendelkezünk, hogy mennyire vagyunk büszkék mindarra, amit az elődeink
felhalmoztak, ez azért, hogyha belegondolunk, nem kevés. És a felelősség az, hogy ezt mennyire ismerjük, és ebből mennyit tudunk továbbadni, egyre kevesebbet. De hát ugye tudjuk, hát a görögök óta biztos, hogy mindig az előző generáció volt igazán friss, mi egyre csorbalunk, mint tudódók. Hát így 5000 év távlatából nem is tudom, milyen emberek lehettek ezek a elődeink. És én azt gondolom, hogy csökkedésre nincs ok. A magyar társadalom nagyon erős kritikai érzékkel rendelkezik, és ez a kritika, ez a kétkedem tehát létezem. Ez abszolút megtudta. És ez erős identitástudat. Ez így van, tehát a kétkedés a világ legjobb identitástudatainak egyike. Köszönöm, hogy itt volt a Patreon. Én köszönöm a lehetőséget. Már a búcsúzom, de hamarosan jövök egy újabb interjúval. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!